Köszöntöm a Pannon Televízió nézőit. Egy olyan emberrel ülök most egy asztal mellett, aki annyira szereti a 70-es, 80-as évek zenét, hogy amikor csak teheti, ezeket játsza. De nem csak ő hallgatja, hanem népes tábora is. Ha azt mondom, hogy Bogár István, akkor azt gondolom, hogy majdnem minden pécsinek ismerős. Szerbusz, köszöntelek. Szerbusz Gábor, köszöntelek, és köszöntöm a kedves televízió nézőket. Igen, gyakorlatilag mire vagy kíváncsi? Pontosan meghatározva a legutóbbi Facebook posztodban azt írtad ki, hogy egy dupla, vagyis egy kettős jubileumra készülsz. Én leginkább innen kezdeném, és akkor utána menjünk végig a pályádon, hogy egészen azóta, mióta elkezdtél lemezlovasként dolgozni, mennyi minden történt. Értelek. Nos, igen, amit kiírtam, az egy komoly dolog, mert ugye, ahogy írtam is, egy ember öltő alatt azért ez egy olyan dátum, hogy valószínűleg még egyszer nem ismétlődik meg. Tehát egy 40. szakmai pályafutás, tavaly volt egyébként pontosan, 81. november végén, csak ugye a Covid miatt nem tudtam megtartani, és ha jóisten is úgy akarja, akkor idén leszek 60 esztendős szeptember 17-én. Kaptam egy kultikus helyet a Polák Mihály, most már Műszaki Egyetem BE-kolesze, a régi Bosszikoli, ahol nagyon sokat jártunk ugye annak idején, már a 80-as évek elején is. És hát ott szeretném meghívni a pécsi barátokat, ismerősöket, haverokat, rokonokat, mindenkit, aki számít idézőjelben, és egy ilyen közös bulit csinálni ezzel kapcsolatban. Annak idején akkor ezek szerint 40 évvel ezelőtt mi volt az első gondolatod, amikor azt jutott eszedbe, hogy lemezlovas leszel? Sőt, már régebben. Így van. Mennyi minden kellett ehhez, hogy valaki hát igen, ilyen tehát, amire így emlékszem gyermekkoromból, a Bartóbia utcában laktunk a Barbakán bácsival pont szemben, egy ilyen kis bérházban, és volt egy egyszerű kis rádiónk, és édesanyámnak volt egy szalagos magnetofonja, meg egy mikrofonja. És ugye szólt a rádió, dolgoztak a szüleim, és hát ott hallgattam a zenéket, és hát nagyon tetszettek az akkori 70-es évek nagy diszkós lágerei. Ugye igazából a diszkót 70-es évek közepétől jegyezzük Magyarországon. Amerikából indult a 70-es évek elején már, nálunk egy pár év késéssel jött be, és én azt nagyon, nagyon tetszettek, és hát szeretem rá, hogy akkor is táncikálni, meg mozogni rá. Állandóan nagy hangerő, belebújtam a rádióba, valahogy úgy vonzott, hogy ez jó, ez az egész. És elkezdtem őket gyűjtögetni. Édesanyámtól kaptam ajándékba egy szalagot, a rádió beállít, és ugye hát a Komjáti Gyuri bácsi, a Bétot László műsorok, és akkor elkezdtem gyűjtögetni a zenéket, és ezeket ugye szabadidőmben nem kell tanulni, vagy nem volt más játék, akkor állandóan hallgattam őket. 15 évesen elengedtek a volt KPVDS, már nincs meg szerintem az épület sem, a József utcában, a Brunner Rausch diszkóba. Szépen fel kell töltözni, viselkedni kellett, akkor 15 évesen, nem is volt rá mondjuk akkoriban igény. És ott, ahogy néztem a diszkóst oldalról, azt mondtam magamban, én ezt szeretném csinálni. Tehát ez valahogy egyszer onnan úgy elindult, hogy én szeretnék itt szórakoztatni. Nagyon szeretem a jó zenét, a táncolható jó zenét, és szeretem nézni, hogy a közönség tombol. Visongatnak a lányok, a fiúk nyakában vannak, tehát tényleg egy óriási hangulatot meg is volt egyébként. És ugye nagyon más világ volt olyan szempontból, hogy ott hallottunk egy felvételt, egy dalt, nem úgy volt, hogy most beütöm a telefonomba, Shazam, és már tudom ki az, mi az, hanem azért is jártunk diszkóba vissza, mert az a szám annyira tetszett, és még a rádió sem játszotta esetenként. Tehát ugye gondolom, akkor is volt már egy szerző jogvédődíj, meg hát be kellett az zenéket szerezni, mert nem volt egyszerű akkoriban még. Akkor még szalagos magnóról dolgozott mindenki, vagy már bakeliten? Nem, akkor már mentek a bakeliten nagyba, így van. Sőt, szalagosról nem igazán, sokan inkább kazettáról, illetve bakelit lemezről, így van. Mi is szalagossal, illetve én is azzal kezdtem a Szenesben 81-ben. Tehát most nagyon ugrottam, tehát KPVDS-ből elköltöztünk később a Pacsolta utcába, ami a tanárképző kollégiumtól csak pár száz méterre van. És hát lementem megnézni, 17 évesen már beengedtek a Szenesbe. Ott szalagos magnetofonokról ment a Digi. DJ Ficere, Szerdai Zoli barátom volt a lemezlovas. És hát ott is, mint a kutyafarka, hogy szokták mondani, mindig ott voltam, lestem a pulton, hogy na most mi van, mit tesz be, honnan, mi a címe, a papírt veszel, ott le van írva, hogy ki, mi, stb. És ugye akkoriban a Retro Discóban beszéltünk is, hogy hát beszélni kellett, illet. És akkor mixelés helyett összekötő szöveg. Nem mindig, de mikor olyan kedve volt a DJ-nek. És hát ez is nagyon tetszett. Az első munkahelyem a MÉV uránbánya, a 3-as üzem autószerelő műhelyében indult, és mondtam, hogy egy ilyen szalagos nekem is kell. És szépen egy éves gyűjtés alatt összehoztam a kis magnetofont, és
A hónom alatt vittem az enyémet, tehát kettő len volt a szenesbe, egyet meg vittem magammal, másik kezemben meg egy szatyor szalagot. És akkor a ficcere megengedte, hogy hát Pistikém, akkor most kösd be, és akkor te is játszhatsz egy kicsit. Tehát onnan jut ez az álom, idézőjelben, hogy diszkó szeretnék lenni, és hát azóta tart. És szívvel élekkel úgy gondolom. Tehát én úgy szeretek dolgozni, hogy ha 20 embernek kell csinálni, úgy azt ugyanolyan szívvel élekkel, mint hogyha 2000 embernek kell csinálni, vagy akár több embernek. És akkor milyen stációkon mentél végig? A Szalagos Magnón keresztül? Szalagos Magnó, a Szalagos Magnó után jött a Kazettás Magnó, ez egy érdekes módon. Orfűn az Eldorado Diszkóban játszottam a Szúnyog Sziget 1990-ben, ott már kazettáról ment a műsor. Aztán egy évvel később már bejött ugye Pécsre a CD játszó, 90-ben vettem azt mondom, az első Sony CD játszómat, és akkor elkezdtem lemezeket gyűjteni. Hát ez nem egy olcsó sport volt az elején sem, főleg most sem, de hát én azt mondtam, hogy én szeretnék CD lemezről dolgozni. Ugye cipekedés is más, könnyebb vele dolgozni, nem kell úgy rávigyázni, nem kell tűt vásárolni, szóval az előnyei is megvannak, persze a bakelit jobban szól, ez nem kétséges, de mégis azért egy kazettánál egy tisztább hangzás, van olyan lemezem, Gábor, ami 35 éve működik, ezt komolyan mondom, tehát a lemezt megfogom és berakom és játszol. Tehát zenején ugye találgatások voltak, hogy egy lemez 20-25 évig, meddig megy el, 15 évig, tehát tovább elmegy. Tehát csak vigyázni kell rá. Így van. És akkor utána a CD után én meg is maradtam a CD-nél, a mai napig is. Most van egy 600 darabos lemezgyűjteményem, ebből olyan 250 darab van mindig nálam, ami ugye a krém idézőjelben, vagy hogy mondják, a kötelező zenék. A többi pedig otthon figyel, hogyha szükség van rá, akkor olyan buli van, akkor berakom, és akkor viszem magammal azokat is. Nekem a meghatározó veled kapcsolatosan az a hullámdiszkó volt. Egészen a Szúnyog-szigettől a hullámdiszkóig mennyi minden történt? Hú, ott nagyon sok minden történt, így van. Mert ugye a Szúnyog-sziget az 90, a hullám az pedig 99-2001. Tehát addig a tanárképző klubba, illetve a tanárképző újabb kollégiumába, hogy a Jakab-hegyi úton is dolgoztam. Dolgoztam az orvosi B-ben is, ami ott alatta van. És hát amikor nem volt éppen városi munkám, akkor készültem arra, hogy elmentem vidékre. És akkor vittem magammal segítséget, és akkor, hát hogy mondják ezt, hakniztunk. Ami hát nem színű, úgy gondolom. Az ember ott is megmutathatja a tudását, illetve onnan is szerzett ismerősöket, barátokat, akik ugye jönnek utána, hogyha tetszik a műsor. És akkor rengeteg céges rendezvény, esküvő? Hát rengeteg az úgy erős, de igen. Rengeteg azért erős, igen. Az esküvőzés az tulajdonképpen 98-ban volt az első, úgymond esküvői diszkom. Egy zenész barátom kért meg, akinek nem volt olyan anyagi háttere, hogy egy zenekart meghívjon. És akkor a Szíven étteremben bevállaltam ezt a műsort, és hát onnan gyakorlatilag nagyon sok embernek tetszett, és ugye a szájról szájra reklámnál nem kell jobb. És akkor utána kiajánlottak többször, hogy akkor itt ott, amúgy, és akkor mentem. Igen. Meg tudod ítélni nagyjából, hogy mennyi pénzt fektettél abba, hogy mindig megfelelő minőségű erősítők, megfelelő minőségű hangfalak, meg az egész ketyere az úgy működjön, ahogy kell? Fú! Sok millió forintot, igen. És nekem még nincs egy brutál professzionális felszerelésem, csak azért igyekeztem úgy valamilyen szinten tartani mindig a dolgokat. De igen, itt azért milliós tételek vannak, hogyha már az ember, már csak a lemezanyagot nézem, 600 lemezt, hogyha megszorzom, 3500 forinttal átlagosan, és majdnem ugye már 2 millió forint. Akkor a lejátszók, a keverőpult, a minőségi kábelek, a jó hangfal, az állvány, nem állt egy kis fénytechnika. Igen, és azért mindig ezeket karbantartani, és hogyha van egy jobb technika, vagy már túl öreg, akkor azokat lecserélni, így van. Tehát, ja, hát nem beszéltem még ugye mikrofonról, fejhallgatóról, amiben nem állt, hogyha jó minőség van ott is, az ember szeret könnyen dolgozni, mert az egy jó cuccal könnyebb dolgozni is, úgy gondolom. Azért mostanában egész másképp dolgoznak a DJ-k, mint amikor te kezdtél, és ha jól tudom, akkor valamilyen vizsgához is kötik. Mit kell tudnia annak, aki a retro zenéket keveri, és ahhoz képest mit kell más tudnia, aki nem ilyen zenékkel? Most a vizsga az én időmben volt kötelező, most már jól régóta nem kell vizsgázni. Ami talán egy kicsit szerintem nem is olyan jó, hogy nem kell vizsgázni, bár azt mondom, hogy nem kell vizsgázni, úgyis azok maradnak a pályán, akik ügyesek, akik egy kicsit többet tudnak, mint az átlag.
Hát most azt tudom mondani egy példát, hogy én utazom Deep House-ba, vagy teljesen mindegybe. Most, hogyha abban az egy formációban utazik valaki, ha nem kiváló abban, abból akkor vannak még a városban 20-30-an. Tehát ő egy átlagember maradt, tehát nem tud ebből kiúrani. Tehát azt mondom, hogy azért nem árt, hogyha az ember több stílusban is otthon van gyakorlatilag. Ha már ezt említed, akkor én úgy gondolom, hogy kaphatunk tőled majd egy-két fotót azokról a bulikról, amiken dolgoztál. Például a Lépcsőház nevű helyen, ahol Kisnori barátom is sokat dolgozott veled. Dolgozhatok úgy is, hogy egyszer álltatok a pult mögött, vagy egymást váltva? Igen, inkább egymást váltva. Igen. És sok ilyen nevet tudnál megemlíteni? Hogyha most így végig kéne sorolni, nem kérem tőled, de hogy körülbelül hány diszjoké lemezlovas barátoddal dolgoztál így egy helyen egyszerre? Húha. Abrek Zsoltival dolgoztam együtt. Dolgoztam Krákkal, Szőke Pistivel, Spanics Zsoltival, Kis Tomival, és tudom, hogy hirtelenjében dolgoztam egy pár emberrel együtt, igen. Ami nekem az egyik legérdekesebb élményem volt, és szerintem, és javíts ki, hogyha ebben tévedek, amikor én annak idején beléptem a hullámdiszkóba, és feltetted a kezedet, és megláttál, akkor betettél egy bizonyos dalt, nem tudom, emlékszel rá. US Frequential. Így van, köszönöm szépen, hogy most is emlékszel. Volt-e ilyen még? Voltak ilyen rendszeresen? Ez egy érdekes dolog, igen. Mivel azért, hála Istennek, lekopogom, nagyon sok barátom van, tényleg olyan barátom, aki rendszeresen járt hozzám buliba, és hát onnan is alakult ki a barátság, és én számon tartottam az ő kedvenceiket. Tehát Gábor, képzeld el, amikor egy ilyen méretű asztal tele van hozott piával, és ez úgy került oda, hogy jött be az ajtón valaki, és tudtam, hogy ő a sokáig voltam távol Happy Gang, Kövess Zolika Benzinkút. A másik, egy másik ismerősöm, neki ne otthon, ha szombat este táncol. És ők már úgy jöttek be, hogy kezükben volt valami. Pistikém, köszönöm, és megtelt az asztal, ezt komolyan mondom. Jöttek mert, oda, hogy ez mi? Hát mondom, ezt hozták. De hogy ezeket nem fogyasztottad el? Persze. Elkínálgattam. Jöttek a többiek, és akkor azok látták, ott volt, amiben beleittam, vagy megint elfogyasztottam, de hát azért nem szeretnék olyan szintre, na, maradjunk ennyibe. Meg kell, hogy említsük azt a sajnálatos időszakot, amikor a pandémia alatt egyáltalán nem lehetett ilyen rendezvényeket szervezni, és többet magammal a Facebookos zenéléseidet néztük, hallgattuk otthon. Ezt hogy élted meg, ezt az időszakot? Hát igen, ezt nehéz szívvel éltem meg. Olyan szempontból örültem, hogy legalább akik ugyanúgy szenvednek, mint én időzőjelben, azokat kicsit jó kedve hozom őket, azokat az embereket. Mert azért az elején nagyon sokan nézték a műsort. Tehát ugye ott van egy visszajelzés, ami gyakran 1000 fölötti volt. Sőt, külföldön is nézték a műsort. Volt, aki még utána gratulált is, hogy Pistikém, nagyon jó volt. Már úgyis már minden bajunk volt a szószoros értelmében, és ez nagyon jó esett, hogy ezt csináltad, és ott is számokat kértek, és aranyosak voltak. Hordták a pálinkát a szomszédból, és mit iszom, mit hozhatunk. Pálinkát szeretem. De komolyan véve a szót, azért a lényeg az volt, hogy én is feltaláljam magam, ha már dolgozni nem tudok, és hát szórakoztassak. Nekem mai napig ez a legfontosabb. És ezt túlélve, most éppen mennyi bulit tudsz vállalni, vagy hogy tudsz, merre tudsz dolgozni? Az igazság az, hogy van ez a mondás, hogy sok a fóka, kevés a hal. Tehát sokan vagyunk a szakmában, egyre többen vagyunk a szakmában, ami nem baj, mert ugye kellnek a fiatalok, meg kell a következő generáció. Viszont a munka mennyisége, ahogy én érzékelem, az nem lett több. Tehát egy kicsit érdekes fogalmazás, egymás szájából szedjük ki a kenyeret, mert sokan vagyunk. És azért annyival több buli viszont nincs. Ez az érdeklődés hiánya? Vagy azért, mert esetleg annyira több a fiatal, aki már nem ezt a zenét hallgatja, hogy hogyan mondod, mi ennek az oka, hogy nincs annyi lehetőség dolgozni? Nem anyagiak szerintem, hanem egyszerűen az én korosztályom, illetve még a nálam jó a fiatalaboknál, és azt érzékelem, Gábor, hogy egy kicsit olyan minden mindegy. Tehát úgy az emberek egy kicsit elszigetelődtek egymástól is, meg ezektől a bulirendezésektől is. Most ha van egy kerek dátum, azt persze megcsinálják, mert nekem is azért beesik 50., 60., sőt volt ez egy 70. születésnap is,
nem csak Pécset, hanem máshol is az országban. De most a magam példájára, amikor én voltam 50, meghívtam 30 embert, és 18-a lettünk a végére. Mert akkor az elején mindenki jövünk, és akkor előtte egy héttel, jaj, én itt leszek, bocs, mi ott leszünk, bocs, jaj, én most nem jövök, stb. Tehát egyfajta olyan nem annyira érdekes dolog is van mögötte. Mindenki ugye a saját kis gondjával el van merülve, és a szórakozás az húszadrendi dolog. Azt gondolod, hogy háttérbe szorul a szórakozás. Én azért találkoztam most szombaton is olyan emberekkel, egy ilyen-olyan helyeken az éjszakában, akiket pont veled kapcsolatosan ismertem. Igen, az megint más. Illetve ugye gombamód nőnek az olyan YouTube csatornák, illetve az olyan felületek, ahol ilyen zenéket lehet hallgatni. Például az egyik olyan ingyenes felület, ahol te is készítesz mixeket. Erről mesélj nekem egy kicsit. Igen, gondoltam egyet, és hogy azért úgy szélesebb körbe tudjam nem is azt, hogy reklámozni, hanem hogy megmutatni a magamat, a tudásomat, a zenei világomat, hogy mi az, ami tetszik. És az úgynevezett Mixcloud, hogy mondják ezt a felületre, ott bejelentkeztem, és oda elkezdtem mixeket gyártani. És meglepetésemre nemzetközi 29., 30., 45., ami azért ott az első százba se gyengébe jött, mert ugye 192 ország DJ-i csinálok napi mixeket föl is. És például a Bokácsos mixem az 39. lett nemzetköziben, majdnem 6000 meghallgatás, főleg a németeknél. Tehát ez úgy, hogy mondjam, legyezte a büszkeségemet, hogy no, a kis egyszerű kis magyar DJ, egy kisvárosból, és hogy ez jó. És hát az meg plusz megadta, hogy a baráti kör meg még, Pistikém, ez baromi jó, igen, és csinál, és tényleg kell a műsorod, és szeretünk téged. Tegyél fel, már várjuk a következő mixet, ez úgy nagyon jól esett. Több emberrel beszélgettem, akik ezeket a mixeket letöltik, és egy valamilyen adathordozón az autójukban hallgatják, de nem biztos, hogy jól van beállítva az az autórádió. Én úgy emlékszem, hogy ebben is tudsz segíteni, hogyha valaki megkeres. Igen, hát nagyon régóta foglalkozom autóhifivel, és gyakorlatilag szerelgettem is be, most már annyira igazán nem esik olyan jól az autó fetrengen idézően be. De valóban tudok segíteni, tanácsot adni sok minden kapcsolatban, a fejegység minőségével, a kábelezet, a hangfal, stb. Milyen erősítő, milyen mély láda, ilyesmiben is szívesen segítek, ha valaki megkeres vagy. Nagyon picit mesélj erről azért, hogy ha most valaki megkeresne téged azzal, hogy vett egy új autó, de abban a gyári az nem annyira szól jól, hogy mi lenne az az alapvető márka név megnevezés nélkül, amit te mindenképpen szeretnéd, hogy ő beletegye az autójába. Hát így nehéz mondani, hogy márka név megnevezés, mert pont az ennek a lényeg, igen, hogy gyakorlatilag annyit állok, hogy újabban az olasz technika szépen jön fölfelé. Tehát én most inkább őket ajánlanám, az olasz technikát az autókba, ami nagyon jó minőségbe szól, és ugye a tartóság nem mindegy. Tehát ezek a termékek nagyon tartósak is. Tehát a fejegységet tekintve, és hogyha a hangszórókat veszik alapul, akkor azért a gyáriak most már elérték azt a szintet, ami elég jó, igen, így van. Főleg egy drágább autóban azért, jó, most megint elmondok neveket, ez a négy betűs technológia, meg stb. Még tudunk, meg három betűs technológiák, ezek nagyon komoly dolgokat csinálnak már. Így van. Tulajdonképpen egy közép átkategóriás autóba gyakorlatilag úgy gondolom, hogy csak egy erősítő milláda az, ami még kiegészíteni, mondjuk ha valaki szereti a zenét, kicsit mozosabb mélyel hallgatni, vagy diszkósabban, stb. Tehát alapból már jó meg vannak csinálva az autók, a zene, hanem az, hogy egy kis mély kiegészítés. És hogyha valaki ilyen zenét szeretne hallgatni, és az autója már kevés, és hangosabban, és nagyot szeretne táncolni, akkor szeptember hányadikán? Szeptember 17, Boszorkány út 2, Polák Mihály, most már Műszaki Egyetem B kollégiumába találkozhatunk, 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb diszkós lágereivel, de igény szerint akár a 60-as, sőt 50-es évek is, mert ugye a rock'n'roll korszaktól fölfele már zenélek. Mert az már jó. Ugye jött utána a pop időszak, onnan is azért vannak muzsikák, de igazán ugye a klasszikus diszkót azt, ahogy mondottam, 70-es évek eleje közepétől jegyzik. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél erre a beszélgetésre. Gábor, én köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves nézőink, ha bárki szeretne ilyen zenéket hallgatni, akkor keressék Istvánt a Facebookon. Köszönöm szépen, hogy itt voltak Önök is. Viszontlátásra! Viszontlátásra!